Köszöntöm a kedves nézőket! Hurrá, nyaralunk! A régió kungvári adásait is elérte a szabadságolási hullám. Augusztus folyamán, ahogyan arról már tájékoztattuk Önöket, korábbi adásainkból válogatunk. Reményeink szerint olyan filmeket láthatnak ismét, amelyek joggal számíthatnak érdeklődésükre. Terra Incognita, ismeretlen föld. Sokáig ez a név élt a köztudatban vidékünkkel kapcsolatban. A föld, amelyen 1100 évvel ezelőtt vetette meg lábát Árpád fejedelem, a trianoni döntés után kapta a Kárpátalja nevet. Négy történelmi vármegye, Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung elszakított területei alkotják. Több mint 1 millió lakója közül ma már alig 160 ezeren vallják magukat magyarnak. A Kárpát-medence északkeleti részén fekszik Kárpátalja. A festői vidék lankásabb részein régészeti adatok igazolják, hogy már az ókorban is emberi kéz munkálkodott. A magyar honfoglalás idején Kárpátalja fontos szerepet játszott. Írásos emlékeink alapján őseink egyik útvonala a vereckei hágon keresztül vezetett a Kárpátok völgyeibe. A magyar közösség néhány évvel ezelőtt emlékmű építésébe kezdett a hágon, de a terv ukrán politikai körök nyomására meghiúsult, így a most oda látogatókat a torzón maradt építmény látványa fogadja. A Latorca kanyarulatánál a síkságból magányosan kimagaslik a Munkácsi vár. Anonymus szerint a vereckei hágón átkelt magyarok itt tartották első pihenőjüket. Az idők folyamán többször is gazdát cserélő várat 1686 és 88 között a Karaffa vezette császári túlerővel szemben Zrínyi Ilona védelmezte hősiesen. Munkástól délkeleti irányba haladva Beregszászba jutunk. A Vérkepatak partján fekvő város a kárpátaljai tömmagyarság szellemi központja. Beregszász szívében áll a II. Géza fejedelem által alapított jelenlegi római katolikus templom. Szomszédságában pedig a nevezetes Rákóczi kastélyt találjuk. Beregszásztól 70 kilométerre az ukrán-szlovák határ mellett fekszik Ungvár, Kárpátalja megyei központja. Az ungparti város nevét Ungvár formában 1154-ben említik először. Anonymus a Gesta Hungarorumban ezt írja. Álmos vezérés övéi, bevonulva Hungvárába, a hatalmas isteneknek nagy áldozatot mutattak be, és 4 napig tartó lakomát csaptak. A 4. napon pedig Álmos vezér tanácsot tartván, és övéit mind megesketvén, még életében vezérré és parancsolóvá tette fiát Árpádot. Ezért hívták Árpádot Hungvária vezérének, összes vitézeit pedig Hungról Hungvárusoknak nevezték el az idegenek nyelvén, és ez az elnevezés mostanáig él az egész világon. A város nevezetességei közül elsőként említést érdemel az Ung folyó jobb partján magasodó, vulkanikus eredeti sziklára épült vár. A várhegyre menet tűnik elénk a jelenlegi görögkatolikus püspöki székesegyház. Az épület helyén korábban szintén templom állt, amit 1644-ben Drugeth János emeltetett a jezsuiták számára. A rend feloszlatása után 1775-ben a templomot Mária Terézia, a Munkácsi görög katolikus püspökségnek adományozta. Nem sokkal később a szentét székesegyházzá és püspöki palotává alakították át. Az egykori Sós utcában a mai sétáló utcán áll az 1762-ben épült Szent György római katolikus templom. Nyugati irányba haladva a volt megyeháza mellett találjuk az 1796-ban emelt református templomot. Az Ungon átívelő gyalogos hídról az óvárosi részt és a színházteret látjuk. A tér meghatározó épülete a neomor stílusban épült zsinagóga. Az épületet az 1950-es években hangversenyteremmé alakították át, és azóta megyei filharmóniaként működik. Az Ung folyó bal partján álló egyik épület volt egykor a Fekete Sas vendéglő. Talán tábla jelzi, hogy 1847-ben itt szállt meg Petőfi Sándor. A rendszerváltás után a kárpátaljai magyar társadalmi szervezetek kezdeményezésére az épület melletti teret a nagyköltőről nevezték el.